M44-es gyors út, ősztől épülhet a Tiszakürt és Kondoros közötti szakasz. Első az ölelés. Az év orvosának választották a Gyulai Abdul doktort. Világbajnoki sikerek. Kiválóan szerepeltek a csabai atléták a fedett pályás VB-n. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Zsíros András vagyok. Szeptembertől elkezdődhet az M44-es középső Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszának kivitelezése, jelentette be Gajda Robert kormány megbízott. A 61,4 kilométeres, 2x2 sávos osztott pályás gyorsúton a megengedett legnagyobb sebesség 110 km/h lesz. Az új út megépítésével a környéken élők egy régi vágya teljesül majd. Neki, én szarvasi lakos vagyok, az anyukámék a főutcán laknak, képtelenség egyáltalán ott élni, az a, tehát amiatt a zaj miatt, ami átmegy ez a forgalom. Ez a 44-es, ez egy katasztrofális, tehát itt az, amilyen állapotok uralkodnak, meg amilyen az útminőség, az nagyon-nagyon rossz. Meg igazából sok helyen balesetveszélyes is, ahogy dobálja az autót. Már az autósok is nagyon várják, hogy elkészüljön az M44-es gyorsút. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter még pénteken Gyulán azt mondta, néhány héten belül megszületik a végső döntés a Békés Csabát Kecskeméttel összekötő 4-sávos autóútról. Az M44-es út építését 3 szakaszra bontják. A középső Tiszakürt-Kondoros közötti 61,4 kilométeres, 2x2 sávos osztott pályás gyorsút építésének előkészítése az utolsó szakaszába érkezett, jelentette ki hétfőn a kormány megbízott. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, más nevén NIF, összeállította azt a tendert, azt a dokumentációt, ami alapján a közbeszerzés majd elindulhat a kivitelezéssel kapcsolatban, és itt a közbeszerzési ellenőrzési főosztálynak ezt a dokumentációt átadta. Ez az utolsó lépcső az előkészítésnél. Gajda Robert hozzátette, akár már szeptembertől elkezdődhetnek a munkálatok. A projekt költsége 120 milliárd forint lesz, aminek egy részét hitelből finanszírozzák. Az Európai Beruházási Banktól 500 millió euró összegű hitelt vesz fel a kormány, amely nem csak az M44-es megépítését fedezi, hanem például az M8-asét is, több olyan szakasz megépítését, ami autópályaszakasz már elkészült korábbi időszakban, de nem ér el a határig. A 102-es kilométerkőnél megtartott tájékoztató apropóját pedig az adta, hogy a Kondorost elkerülő szakasz ezen a helyen fog visszatérni a 44-es útra. A Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz itt fog visszatérni a tervezett ütemek szerint a régi 44-es útra, és aztán innen folytatódik majd a Békés Csaba-Kondoros közötti szakasz építése. Az M44-es gyorsútként üzemel majd, melyen a legnagyobb megengedett sebesség 110 km/h lesz. A szakemberek azt mondják, ha elkészül a teljes útszakasz, a főváros gyorsabban elérhető lesz, így a beruházás hozzájárulhat a térség gazdasági felzárkózásához is. Békés megye lakossága évente 4000 fővel csökken. Ennek fő oka az előregedés mellett a fiatalok elvándorlása. Ezen kíván változtatni a délbékési térség vezetői által kidolgozott terv. Az átfogó program 15 témakört érintve határozza meg a következő évek teendőit. Én szeretem a hazámat, és szeretem a benne élő embereket. Nem szeretnék külföldre menni. Hát elsődlegesen itthon szeretnék maradni, ez a terv, aztán ha nem jön össze, akkor kimegyek. A megkérdezett fiatalok többsége a megyében képzeli el a jövőjét, ám gyakran a lehetőségek hiánya miatt a térség elhagyására kényszerülnek. Ezen szeretnének változtatni a délbékési döntéshozók. Mindenki mindent megtesz azért, hogy a városa fejlődjön, vagy a községe fejlődjön, és el is érünk eredményeket. Ennek ellenére a lemaradásunk még a Békés megyei többi területhez képest is nő, az országhoz képest pedig még jobban. Tehát rá kell jönni mindenkinek, hogy ez az út, amit eddig jártunk, nem jó, össze kell fognunk itt a szomszédságban élőknek, össze kell fognunk, és együttesen kell olyan célokat megvalósítani. A kalendula terv alapja a helyi összefogás. A munkacsoportok közel egy éve dolgoznak azon, hogy maradásra bírják a fiatalokat, jövőképet teremtsenek a számukra. A program része többek között a tehetséggondozás, a munkahelyteremtés, vagy a szabadidőszolgáltatások kibővítése.
Azt tűztük ki célul magunk elé, hogy sarkából fogjuk kiforgatni Dél-Békésnek az egész apátiába belesüllyedt jelenlegi morálját. Mi szeretnénk egy olyan Dél-Békést teremteni a következő időszakban, amivel fölrázhatjuk a társadalmi életet, amivel a gazdasági életet be tudjuk lendíteni, ezt pedig nem tudjuk koncepció nélkül megalkotni, és egy olyan koncepcióval gondoltuk ezt kialakítani, amivel egy közös gondolkodás mentén alakítunk ki. A program kidolgozásakor a fiatalok véleményét is megkérdezték a szakemberek. Ezeket pedig teljesíteni, vagy megpróbálni teljesíteni, és ezáltal úgy gondolom, hogy egy tényleg szebb jövő állhat mind Dél-Békés, és mind a környék részére, azok részére, akik itt szeretnének maradni, vagy itt szeretnének majd jövőt építeni. A szakemberek tervei szerint a programot körülbelül 150 milliárd forintból valósítanak meg. A költségeket Európai Uniós forrásból finanszíroznák. Sportkoncepció, pályázatok és fejlesztések, többek között ezekről döntöttek a városatyák. Idei harmadik ülését tartotta a Békéscsabai közgyűlés csütörtökön. Amint arról már korábban beszámoltunk, napirend előtt került szóba a gyulai és békéscsabai kórházak összevonása, amelyről részletes tájékoztatást kértek a képviselők. A nyilvános ülésen döntött arról a közgyűlés, hogy Herceg Tamás elnökletével létrejön a belvárosi település részönkormányzat, és szó volt arról, hogy a terület és település fejlesztési operatív programban megnyíló több forrásra is pályázik az önkormányzat. Így óvodafejlesztésre, bővítésre, a Munkácsi negyed kialakítására és a jaminai orvosi rendelők felújítására. Ugyanakkor két új műfüves pályával is bővülhet a város. A közgyűlésen szó volt arról is, hogy a stadionfejlesztéshez az önkormányzat közbeszerzési eljárást indított, ám a beérkezett ajánlat a rendelkezésre álló forrásoknál jóval magasabb volt. A pénzügyi bizottság tárgyalásos eljárás lefolytatását javasolta, amit támogattak a képviselők. Hosszasan tárgyalta a közgyűlés a Békéscsaba következő 4 évére szóló sportkoncepcióját, amely a sporttámogatásokat is magában foglalja. Az elkészült anyagot kisebb módosításokkal fogadták el. A 9-es számú körzet új fogorvosa, Janosné dr. Burzó Mária Magdolna, a Családsegítő Központ új vezetője pedig Varga Éva Mária lesz. Az önkormányzat ezen kívül megduplázta az ügyeleti rendszer fenntartásához szükséges támogatást, ami idén 13 millió forintra emelkedik. Nem változnak ugyanakkor a térítési díjak a gyermekétkeztetésben, a szociális hozzájárulásban, és a vízterhelésnél. A lakosság mellett a közgyűlés is támogatja, hogy az Erzsébet híd nevet kapja az Orosházi úti felüljáró. A hivatalos elnevezéshez a közigazgatási államtitkárság földrajzi névi bizottságának jóváhagyása is kell. A közgyűlésről készült részletes tudósításunkat a behír.hu oldalon találják. Közérthető művészet, minőségi szórakoztatás. Ezen koncepciók jegyében alakította ki a Békéscsabai Jókai Színház a 2016-17-es évadát. Idén 12 bemutatót terveznek, jelentette be a teátrum direktora Seregi Zoltán. Igazi különlegesség lesz, hogy a felnőtteknek szóló bemutatók sorában szerepel Örkény István Macskajáték című tragikomédiája, amelyben a 9 éve visszavonult, de erre a darabra visszatérő Felkai Eszter játssza majd a főszerepet. Az ifjúsági és gyermekbemutatók sorában szerepel a Diótörő és Egér király, a Grimm mese alapján készült a Széntáncolt cipellők, valamint Arany János Bolond Istók című műve és a Balasi Tánc Együttessel közös táncos mesejáték az Állati mesék. Seregi Zoltán elmondta, új bérlettípust vezetnek be a következő évadban, az úgynevezett szabad bérlettel, szabadon választható időpontban 6 szabadon választott darabot lehet megtekinteni. A bérletek megújítása április 11-től indul, új bérleteket május 23-ától lehet váltani. Az idei évadban rekordszámú 13 000-nél több bérletes vendége volt a színháznak. Reményeik szerint a következő évadban túlszárnyalják ezt a látogatószámot. Első az ölelés, második a beszélgetés, és majd csak a harmadik a vizsgálat, vallja Abdul doktor, a Gyulai Kórház gyermekorvosa, akit a hálás szülők egy közönségszavazáson az év orvosának választottak. A díjazottra több mint 12 000-en adták le a voksukat. Szavasz, Gabi! Igen. Szavasz, barátom! Ötös? Igen. Mi újság? Még egyszer, az gyenge volt, ez betegült? Ász már! Jó vagy? Jó, minden rendben? Mintha csak egy baráti látogatásra térnének be, olyan a fogadtatása az orvoshoz jövő kisbetegeknek a Gyulai Gyermekkórháznak ebben a rendelőjében. Nem félsz a doktor bácsitól? Nem. Miért nem félsz? Na? Doktor bácsitól nem kell félni, mert doktor bácsi mindig segít neked, vicces. Meg aranyos.
A jemeni származású Abdulrahman Abdulrab Mohamed, vagy ahogy mindenki nevezi, Abdul doktor nem csak a helyiek körében kedvelt, még a több mint 60 kilométerre fekvő Dévaványáról is járnak hozzá. Ez az édesanyja például Békés Csabáról érkezett kisfiával az orvoshoz. Mindig rendelkezésünkre áll bármikor, ha éjszaka, éjszaka, hajnalba, hajnalba, napközben bármikor lehet rá számítani, ilyen telefonon tanácsot ad, hogyha csak éppen olyan gondunk van, úgyhogy ő teljesen barátként kezel bennünket, nem pedig egy esetnek. Többek között talán ennek is köszönhető, hogy az Astellas gyógyszeripari vállalat évorvosa pályázatán idén a legtöbben rászavaztak. A kórház igazgatója szerint a sikeres gyógyítás azon múlik, hogy a technikai feltételek megléte mellett milyen a szakemberek személyisége. Abdul doktornak a személyisége az olyan, hogy ő megtalálja a hangot a szülőkkel, a gyerekekkel, és éppen ezért elégedettek a szülők, és ezért szeretik őt a gyerekek is. A gyerekekhez látszólag végtelen türelemmel és szeretettel forduló gyógyító nem sajnálja az időt, amit egy-egy betegre fordít. A találkozások alkalmával ezért a vizsgálat mellett fontos szerep jut a beszélgetésnek, sőt az ölelésnek is. Nem kell sok gyereket nézni egyszerre, hanem időt kell adni azoknak a gyerekeknek. Az egy nagyon fontos dolog, hogy ha most én beszélgetek vele, megölelem, és akkor másról is beszélgetünk, a vizsgálatra is maradjon idő, mert ez is fontos, maradjon idő figyelni a szülőre, illetve az utasítást elmondani. Nem idővesztés, hanem az egy fontos része a kezelésnek. A díjazott 1999 óta dolgozik a gyulai gyerekosztályon. Bár kínáltak neki többször is jövedelmezőbb külföldi állást, ő úgy döntött, marad. Mint vallja, többet ér neki a szeretet, amit a kis pácienseitől kap. Hogyan képzeled el a vízvezeték szerelő munkáját? Erre a kérdésre kereste a választ az Alföld Víz ZRT ebben az esztendőben, hiszen a vállalat a Vízvilágnapja alkalmából ezúttal is meghirdette hagyományos rajzpályázatát. A kiírásra több mint 600 óvodai és iskolai csoport, illetve egyéni pályázó jelentkezett. Izgatott és kíváncsi gyerekek várták a pályázat eredményhirdetését az Alföld Víz ZRT Dobozi úti épületében. Az ország egyik legnagyobb vízi közműszolgáltatója kiemelten fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet vizeink védelmére, az jó vízfogyasztás fontosságára, valamint a területen dolgozó szakemberek munkájára. A rajzpályázat fő mottoja az volt, hogy hogyan látod a vízvezeték szerelőt, hiszen szerettük volna a jeles napon a vízzel foglalkozó szakembereket megjeleníteni, és a tudatba elültetni, hogy mennyi munkával jár az, és milyen fontos, hogy legyenek szakembereink ezen a területen is. A program zárásaként a legszebb rajzok elkészítői vehették át jutalmukat. A kiírásra több mint 600 alkotás érkezett Békés, Csongrád, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyéből. A diákok dolgoztak a képeken és árnyalta mutatták be ezt a szakmát. A vízvezeték szerelőknek milyen munkájuk van, és azért lógattuk oda le a kis képeket, mert olyan sok dolgot csinálnak a vízvezeték szerelők, hogy nem férnek ki egy lapra. Láttunk ilyen képeket, és akkor arról néztük ilyen mintákat is, hogy körülbelül hogy milyennek legyenek a figurák, és hogy sokat dolgoznak a vízvezeték szerelők. Az első díjas Gyoma Endrődi Százszor Szép óvodában is fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék a víz szerepét, valamint azoknak a munkáját, akik ezen a területen dolgoznak. Eljárunk a holtágakhoz vizeket gyűjteni, a termálkúthoz, esővizet gyűjtünk, és mindig vizsgálódunk, megnézzük mikroszkóppal, nagyítóval, hogy hogyan, melyik víz milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Kiállításokat szervezünk, rajzokat rajzolunk, hulladékból szoktunk vízi állatokat például készíteni, tehát ezek fontosak a gyerekek és a mi számunkra is. A szolgáltató a tervek szerint jövőre is meghirdeti a rajzpályázatot. Bekötött szemmel a városban érzékenyítő sétát szervezett a Vakok és Gyengén Látók Békés Megyei Egyesülete. A szemléletformáló programmal a város vezetői megtapasztalhatták, milyen nehézségekbe ütköznek látássérült társaik a hétköznapokon. Van egy alapfogás, van egy ilyen lapolás a bot markolatán, oda tesszük a mutatóujjunkat,
Éppen a vakvezetőbot használatát mutatják be a résztvevőknek. A Békés Vaklárma együtt a Vak és az Épp az Esélyegyenlőségért akciópályázat keretében a döntéshozók bekötött szemmel, párokat alakítva tapasztalhatták meg azt, hogy milyen látás nélkül közlekedni. Hogy az épek társadalmából a döntéshozók ugyanúgy megtapasztalják, ha csak egy pár órára végigéljék azokat a mindennapi leküzdhető akadályokat, amelyekkel a látássérülteknek nap mint nap meg kell küzdeni az életükben. A látássérültek gyakran olyan nehézségekkel is szembesülnek, amire mi látók nem is gondolnánk. Ezt tapasztalhatták meg a városvezetők az érzékenyítő programon. Átkerés az útkereszteződésen, a lámpás útkereszteződésen, ahol ugye beszél, itt a Petőfi utcánál, utána iránytartás, ugye, hogy egyenes irányt meg tudják találni, utána pedig majd jönnek a különböző kereszteződések, különböző utcakereszteződések, ahol ugye meg van csinálva a vakvezetősáv, hogy azt mennyire fogják tudni megtalálni, jó-e. Ez a vakvezetősáv, ebben beteszed, és próbálod, mert ez elvileg beállít téged az irányba. Az irányított séta a megújult, akadálymentesített belvároson át vezetett. Nagyon nehéz, és biztos, hogy tanulható, és aki rá van kényszerítve, ezt megtanulja, de első élménynek nagyon megdöbbentő. Zalai Mihály elmondta, érdekes volt megtapasztalnia, hogy mennyire felerősödtek más érzékszervei a séta közben. Az első néhány tucat méter után kialakul egy biztonságérzet, és elkezd az ember figyelni azokra a jelekre, amelyeket érzékelni képes, meg a hangutasításokra, amit hall utasításként, segítségként, hogy most mi következik, mire figyeljen, merre menjen. Herceg Tamás már végigjárta a tapintató kiállítást, ez viszont egy teljesen más élmény volt a számára. És ugye az egy játéknak fölfogható dolog, ez viszont egy vérre menő dolog, hogy hogyan tud közlekedni az ember, és rengetegféle ingerre kell figyelni. A látás nélküli közlekedés után a résztvevők az ügyintézéskor felmerülő kérdéseket is megismerhették. Az akadálymentesített kormányablak dolgozói készséggel segítettek az eligazodásban. Ezzel a program még nem ért véget. A meghívottak a kézzelfogható kiállítás után egy érzékenyítő előadáson is részt vehetnek szerdán és csütörtökön. Kiválóan szerepeltek a csabai versenyzők a portlandi fedett pályás atlétikai világbajnokságon. A súlylökés döntőjében 19 méter 33 cm-es eredményével országos rekordot döntött Márton Anita, aki az utolsó körben átvette a vezetést. Az utána következő amerikai Michelle Carter utolsó kísérletével megnyerte a versenyt, a csabai versenyző így ezüstérmet szerzett. A gátfutó Bai Balázs az előfutamban és a középdöntőben is magabiztosan versenyzett, majd a fináléban idei legjobbjától kicsit elmaradva a bravúros hatodik helyen ért célba. A döntőt a jamaikai Omar McLeod nyerte. Ezzel híradónk végére értünk, híreinket és műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!